Közben kikapcsolt a kamera, meg megjött a szomszédasszony. Úgyhogy minden összeesküdött ellenem. A lényeg az, hogy én keresztbe is bevágom már az ilyen nagyobb keszeget. Majd összevágom a videót valahogy. Belezést azt mindjárt mutatom, hogy szintén egy vödörbe. Most csak az irdalást akartam bemutatni, de majd mindjárt ezt az oldalát majd később beírdalom, ha már kész lesz a belezés. A fenekét azt én így kiszoktam vágni. Aztán így kicsípem. Persze, hát ilyenkor nem sikerül semmi, hosszú a kés is, na mindegy. Nyomjatok azért egy lájkot, hogy majd lehet, hogy akkor csinálok halsütős videót is, ha már ilyen okos vagyok. Látható. Felkészült már a télre. Hát, besült ikra, nem ívik le. Na mindegy. Mindjárt még beírdolom a másik oldalát is, mert belemozdult azért ez a keszeg a helyzetbe. A lényeg az, hogy ha egybe akarjuk sütni az ilyen nagyobb keszeget, ugye ahogy kézre esik, emelről is el lehet kezdeni az írdolást. Lehet hallani, hogy elvágja a szárkát a kés. És a lényeg az, hogy ne tegyük alá a kezünket. Az az egyik. Másik meg, hogy mindig legyen olyan halpucoló hely, ahol nem gond, hogyha piszkolunk. Így, és akkor az Y-szálkák miatt majd mindjárt mutatom megint, aztán majd lesz a videóból valami. Ugye így helyezkednek el, és célszerű itt a hátánál, így megy az Y-szálka. Lehetett is hallani. Így, egy kicsit. Úgyhogy ezt majd a ismerősen fogja megkapni. Jó, tudom, nem lehet, ajándékba kapja. Majd megsüti vacsorára. Szerintem el is viszem neki a kocsival. Fog örülni. Majd még cizellál rajta a mosogatóba, mert nem merek ezzel az éles késsel pucolni. Nekem tompább késeim vannak. Kurva hegyes. Úgyhogy én így szoktam, hogy így is bevágom egy kicsit. Az Y-szálkák miatt. És akkor szépen még itt is lehet esetleg. Fő a biztonság, ugye nagyon sokan azért nem mernek halat enni, mert hogy szálkás. És akkor szépen mehet. Így. Lehet, hogy én sütöm meg, nem tudom, vagy hűtőbe beteszem, aztán majd a profi szakács megmutatja, hogy kell sütni. Persze, hát ilyenkor jön a szomszédasszony is erre. Nem mindegy. Szóval így. Az ilyen nagyobb keszeget. Kicsinél nem kell foglalkozni vele. Átsül a szálka gyors tűzön. Semmi baja nem lesz, még a gyereknek se tőle. De azért az ilyen nagyobb keszegeknek már vastagabb a szálkájuk. Pontyot szokták még úgy, hogy bőrével kifilézik. Majd lehet, hogy azt is bemutatom. És ugye bőrével lefele vágdossák be így. Ez a nagyobb keszeg, ez már olyan 60 dekás volt. Ezt így. És akkor mehet a forró olajba. Ugyanúgy, mint ugye a húsnál is, fontos, hogy minél forróbb legyen az olaj, hogy tényleg süljön az a dolog, ne csak főjön. Majd valamit csinálok, összevágom, belemozdult a hal.
Szóval ennyi.